Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelekció műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Megszerezte a magyar bajnoki címet Durincében Helebrant Máté. Döntetlent játszott hazai pályán az Acélvárosra a nyírbátori kézilabda csapat. Ezüstéremmel tért haza Olaszországból a kerekesszékes vívó Tarjányi István. Az NKK 5-ös nyerte a kadett kosárlabda bajnokság nyíregyházi rangadóját. Megszerezte a magyar bajnoki címet Dudincén Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló 2 óra 39 perc alatt teljesítette a 35 kilométeres távot. Szombaton volt a hagyományos dudincei verseny, amely egyben magyar bajnokság is volt. Számodra most az volt a legfontosabb, hogy befejezés lehetőség szerint minél jobb idővel a versenyt. Hogyan alakult? 23-24 kilométerig a tervek szerint alakult. Sikerült azt a tempót gyalogolnom, amit elterveztünk. 4 perc 20, 4 perc 25 másodperces kilométerenkénti tempót sikerült gyalogolni. Az élbaj az már rögtön az elején nagyon gyorsan kezdett. Én a második bojjal mentem. Itt is egyébként hát gyalogló világsztárok voltak, mert mexikóiak, illetve kínai gyaloglók is voltak ebben a bojba, szóval elég nagy nevek. Sikerült velük elmennem 23 kilométerig. Sajnos az utolsó 12-10 kilométeren nagyon elfáradtam. Ott vesztettem több mint 4 percet, ahhoz képest, amit elterveztünk. De így is sikerült megnyernem a bajnoki címet, ami azért fontos, mert sok bónuszpontot ad, ami a világranglistához lesz szükséges. Viszont időben ettől jobbat szerettünk volna. Éreztem, hogy 2 hónap kimaradt a felkészülés elejéből, szóval ennyi még hiányzott. Lehet, hogy ez is kellett volna ahhoz, hogy az utolsó 10 kilométert jobban bírjam. Az 1 kilométeres körpálya egyébként is speciális versenyzés kíván a sok forduló miatt. Milyenek voltak az időjárási körülmények? Azok nem voltak éppen ideálisak. Egy 1 kilométeres körön rendezték, 500 méter, 500 vissza, és mivel hatalmas szél volt, ez azt jelentette, hogy 500 méterig teljesen szembeszél volt. Mikor megfordultunk, akkor meg hátszél, de sajnos ez nem egyenlíti ki egymást, szóval a szembeszél az jóval nagyobb hátrányt jelent. Hát ezzel kellett megbírkoznunk 35 körön keresztül, illetve a kanyarok is elég kellemetlenek voltak, mert egy nagyon szűk utcán rendezték a versenyt, és nagyon szűkek voltak a kanyarok, ott teljesen le kellett lassulni nullára. És azért is volt még problémás ez a szűk pálya, mivel 71 induló volt, elég magas létszámban indultunk, és hát az elején, amikor még egyben van a mezőny, ezen a szűk visszafordító kanyarban tényleg teljesen nullára le kellett lassulni, és utána megint felgyorsulni. És ez így ment körökön keresztül, ami nagyon nagy energiát vesz igénybe. Mennyien fejeztétek be a versenyt, és mennyien teljesítették a budapesti VB szintidejét? A 71 indulóból 27-en adták fel a versenyt, szóval ez is mutatja, hogy nem voltak ideálisak a körülmények, és összesen csak 3 gyalogolónak sikerült teljesíteni a budapesti VB-re a kvalifikációs szintet. Ami egyébként nem könnyű, mert most a Nemzetközi Atlétikai Szövetség minden atlétikai számban megnehezítette a sportoló dolgát a kiutás szempontjából, így nálunk is jóval erősebbek a szintek, mint eddig voltak. Mennyivel lettél okosabb a VB indulást illetően? Még nem sokkal, szerre este fogják frissíteni a világranglistát. Eddig egy eredményem van, a tavaly dudincei országos bajnokságon elért eredményem, illetve majd ez fog még hozzáadódni, és ebből a 2 eredményből fognak majd egy átlagpont számot számítani, és ez alapján fogok majd felkerülni a világranglistára. Az első 50-be kellene bekerülnöm, hogy indulhassak a VB-n, bízom benne, hogy ez meg lesz. Ha ne adj Isten, ott vagy a 40. 50. hely között, ami még nem jelent garanciát a VB indulásra, akkor feltételezem még indulni kell 35 kilométeres versenyen. Így van. A további tervek az, hogy 4 hét múlva a Békés Csabai OB-n mindenféleképpen elindulok, az egy 20 kilométeres verseny lesz, és a világranglista állása szerint majd eldöntjük, hogy utána még szükség lesz-e még egy 35 kilométeres versenyre, vagy nem. Bízunk benne, hogy nem. Az lenne az ideális, hogyha már nem kellene, és teljes mértékben csak a VB-re kellene koncentrálni.
Először veszített pontot ebben az évben a bajnokságban a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese hazai pályán 31-31-es döntetlent játszott az Acélváros KK csapatával. A harmadik helyezett fogadta a negyediket, és az első percekben állva hagyta ellenfelét a hazai csapat, 4 perc után 4 gólos hátrányuknál időt kellett kérni a miskolciak edzőjének. Utána lassan zárkózni kezdtek a vendégek, 7-7-nél már egyenlő volt az állás. A folytatásban a Nyírbától üldözte ellenfelét, és 14-14-nél utól is érte, utána pihenőre vonultak a játékosok. A második félidőben sem változott a játék képe, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett 1 góllal. 10 perccel a meccs vége előtt, 2 gólos hátránynál a miskolciak 7 mezőny játékosra váltottak, és ezzel nem nagyon tudott mit kezdeni a házigazda. Mindkét félnek megvolt a lehetősége arra, hogy a maga javára fordítsa a mérkőzést, a legvégén ehhez a Nyírbától állt közelebb. Alves Bence ugyanis időn túli 7-est lőhetett, Nagy Dominik azonban védett, így 31-31-es döntetlennel zárult a forduló rangadója. Most egy időn túli 7 méteres döntött a 2 pont sorsáról, 1 pont lett belőle, de hát volt előtte 60 perc. Miért alakult így ez a mérkőzés, hogyan alakult? Több látszik a sors akart, úgyhogy döntetlen lett egy időn túli szabaddobással idegenbe, itt egy időn túli 7-essel esetleg megnyerhetük volna, X maradt, ilyen a sors, nem bír egymással a két csapat, úgy néz ki. Jól kezdett a Nyírbátor, egy nagyon gyors 4-0 után időt is kellett kérni az ellenfél edzőjének, aztán azt hiszem 3 gól volt a legtöbb, amivel vezetett az Acélváros. A második fél időben fej-fej mellett haladtak a csapatok, aztán talán 10 perccel a vége előtt a vendégek elkezdtek 7-6 ellen támadni mezőnyben, és ez egy picit, mintha megzavart volna benneteket. Igen, idegenben is ugyanez történt, viszonylag jól játsszák ezek szerint a 7-6-ot, mert nem tudtuk megoldani sem ott, sem itt. Ott már 7 góllal is vezettünk az Acélváros ellen idegenben, és a 7-6-os játékkal feljöttek. Ami engem egy kicsit bosszant, nem mi erőltettük rá az akaratunkat, a gyors játékot az ellenfélre, amiből esetleg jól jöhetünk volna ki, mint ahogy mutatkozott a 4-0-nál az elején, hanem hagytuk, hogy ők erőltessék ránk a saját játékukat, hogy fel tudjanak állni kényelmesen, nem rohantak, és ez nekünk nem feküdt, teljesen kihűltünk, ellangyosodott az egész történet. Tehát ez igazából engem ez zavar, hogy nem mi tudtuk ráerőztetni az ellenfél az akaratunkat. Annak tükrében, hogy megmaradt a tabellán a két csapat között a 4 pont különbség, és összevetésbe a Nyírbátor áll jobban, azért ez az 1 pont elfogadható? Hát így elfogadható, természetesen. Tehát ez egy nagyon jó csapatról van szó, csak rengeteg problémával küzdenek ők. És mi pedig nem, hála Istennek, van csak annyi, hogy nekem is nagyon kevés a bevethető játékos, de igazából úgy néz ki, hogy reális ez a tabella, ami most jelen pillanatban van. Következik egy kisvárdai vendégjáték, milyen mese lehet számítani. Ugye pont láttunk egy megyebeli csapattól az előző fordulóban egy meglepetés, hiszen a Tiszavasvári győzni tudott az Acélváros ellen idegenben. Biztos egy hatalmas csata lesz, ugyanúgy, mint a Fehérgyalmat ellen. Idegenbe megyünk, Kisvárdán nagyon nehéz győzni. Nagyon jó csapatról van szó, akik a hazai pálya minden előnyét ki szokták használni. Itt gondolok a szurkolótáborra, illetve arra, hogy az a közeg az ismerős számukra. Úgyhogy mindenféleképpen óriási csatára számítok Türk Ferenc kollégám csapatával szembe. Megpróbálunk győzni, mert mindenféleképpen kell nekünk a 2 pont. Most már ezek után nagyon szorosan, mert nem hibázhatunk. Tehát most pontot tehetünk volna a dobogóért folytatott küzdelem végére, de sajnos nem sikerült. Végig kiegyenített volt a mérkőzés. Meccs közben volt olyan időszak, amikor úgy érezted, hogy esetleg eldönthetétek volna magadok javára? Az elejét nagyon jól megkezdtük. A miskolci edző úgy tűnik jó időben kért időt, és tudta rendezni a sorokat. Utána mi egy picit beragadtunk. A fél időre viszont vissza tudtunk kapaszkodni, ezután újra picit beragadtunk, de a második fél idő végén azért volt 2 gólos előnyünk is. Sajnos akkor is nagyon jókor kért időt a miskolci edző, mert utána egyből 7-6-ra váltottak, amivel mi hát úgy gondolom nem tudtunk megbirkózni, ezért ők visszajöttek, és így meg tudták menteni szerintem a mérkőzést. Nekünk ott kellett volna a végén picit talán pontosabban támadni, meg védekezésbe is jobban figyelni, és akkor pontot tudtunk volna tenni a végére, és megszereztük volna 2 pontot, de szerintem egy nagyon jó mérkőzés volt, igazságos eredmény született, és 2 jó csapat játszott. Volt egy időn túli 7 méteres, te átállod, előtte bedobtál 2-t, ugye az hibázhat, aki odaáll.
meglehetősen szokatlanul furcsán viselkedett a kapus, hiszen elkezdett szökkelni jobbra-balra, az zavart meg? Igazából nem zavart meg semmi, hanem inkább úgy mondanám, hogy igen, jól mondtad, aki odáll, az hibázhat, meg aki valamit csinál, az bennem, hogy hibázik, én most hibáztam. Talán úgy gondolom, lehet, hogy a Sohas így akart, így igazságos döntetlen született, ott Miskolcon is, akkor velünk volt a szerencse, most ő velük. Úgy gondolom, hogy szerintem igazságos eredmény született. A következő mérkőzésen remélem, hogy nem kerülök ilyen szituációba, de ha meg igen, akkor remélem, hogy góllal fogom befejezni. A harmadik helyen áll a csapat, megmaradt a negyedik a célvárosra szemben, a 4 pontos különbség. Gondolom, most már minimum a bronzot szeretnétek megszerezni. Így van. Célunk az, hogy megszerezzük a bronzérmet, de nem mondunk le a második helyről is, mivel szerintem 2 vagy 3 hét múlva érkezik hozzánk a Diósgyőr. Az is szerintem egy hasonló jó mérkőzés lesz, egy nagyon erős csapatot fogunk fogadni. Felkészülünk becsülettel, de előtte még van egy nagyon jó Kisvárda mérkőzés, nagyon nagy mumusunk a Kisvárda. Talán az utóbbi években ott volt az idegenbeli mérkőzésünk közül az egyik legnehezebb. Szóval a jövő héten felkészülünk a kisvárdai mérkőzésre, utána pedig fogadjuk a Miskolcot, és reméljük, hogy harcba szállunk a második helyért is, de a bronzérem megszerzése a célunk. Ősszel is döntetlent játszott a két csapat, hasonló csatára lehetett számítani. Nagyon rosszul kezdtétek a mérkőzést, és a végén is az volt a lehetőség a Nyír Bátor előtt, hogy megszerezze a győzelmet. Összességében elégedett, vagy az 1 ponttal is a látottakkal? Először is gratulálnék a Nyír Bátor csapatának, hiszen rendkívül szimpatikus csapat ellen tudtunk döntetlen játszani. Igen, ahogy te is mondtad, ott is Miskolcon is döntetlen született. Én úgy gondolom, hogy a meccs képében teljesen reális a döntetlen, sőt, én szerintem végig ez volt a mérkőzés, hiszen elmentek 4 góllal az elején, időt kértem, ott hál' Istennek sikerült rendezni a dolgokat. Utána fél idő végén mi mentünk el 3 góllal, végül visszajöttek a fél időre, X-re, utána megint ugyanez a kaotikus játék ment. Utána volt egy kapuskidobásunk, véletlenül a játékos nem tudta megfogni, tehát elmentünk volna 2 gólra, az nem jött össze, ott ők megfordították 2 gólra a mérkőzést, és végén az a 7-6 elleni játék, az utolsó 10 percben én úgy gondolom, hogy nem tudtak vele mit kezdeni, ezzel tudtunk visszajönni. A végén pedig tudtam, hogy a Albers Bence alsót fog lőni, mondtam is a kapusnak, hogy bontson le. Én úgy gondolom, hogy rá is ez a döntetlen, és maximális gratuláció mind a két csapatnak, főleg az én fiaimnak, hiszen rendkívül sok sebből vérzünk. A téli játékolási szezonban az utolsó héten igazolt 3 játékosunk, 2 játékosunk megsérült, tehát nagyon kevesen vagyunk. Ennek ellenére küzdöttek, hajtottak az utolsó percig, nem adták föl, úgyhogy emelem kalapom előttük, csak gratulálni tudok mind a két csapatnak. A 7-6 elleni játék nagyon eredményes volt, érdemes lenne esetleg korábban elővenni? Én nem gondolom, hiszen akkor teljesen egálba volt a két csapat, ott nagyon kockázatos az, hogy üres kapura gólt kapunk. Ott ugye elment a Nyír Bátor 2 gólra, utolsó 10 perc elővettem, hál' Istennek nagyon jól sült. Sűrített volna el jobban is, rosszabbul is. Én úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelt ez a döntetlen. Nyilván a bajnokság utolsó részébe ezt a játékot, formát próbáljuk átmenteni. Reméljük sikerül is, és akkor nem lehet probléma. Nyilván ez a 34. hely még változhat, de igazából nem oszt, nem szoroz már, úgyhogy majd jövőre jobban felkészülünk. A forduló további eredményei a következők. Hajdúböszörményi TE, Fehérgyarmati VS-e 35-28, Kazincbalcikai KSE DVTK 28-46, Tiszavasvári SE Kisvárdai KC 23-25, Balmazújvárosi KK Mezőkövesdi KC 34-47 és Újfehértó Kálósemjén SSE Deac 2 24-34. A tabella élén a 30 pontos Mezőkövesdál megelőzve a szintén 30 pontos DVTK-t. A 26 ponttal 3. Nyír Bátor pénteken a 18 ponttal 5. Kisvárdához látogat. Ezüstéremmel tért haza Olaszországból Tarjány István, a Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója, a Pizzai világkupa versenyen végzett a 2. helyen. Azt kell mondani, hogy Istvánnál ugye mindig az a kérdés, hogy van érem vagy nincs érem. De hát mindig azért megyünk, hogy legyen érem. Ő ugye kiemeltként kezdett, és volt az először a brit ellenfél, simán megverte 15-10-re, aztán jött a kínai ellenfél, akit nem ismertünk idáig, 14-10-re vezetett, amikor volt 2-3 olyan bírói döntés, ami vitatható, és utána tényleg adott egy tust a kínai, ezelőtt 14-14, ugye 15-ig vívunk, és ugye a 15. tust azt István egy lámpával megoldotta, nem is nagyon volt szerintem más választás, így volt biztos, így bekerült az elődöntőbe. Az elődöntőbe a francia Valét verte meg nagyon, ahogy szokta, és utána pedig meglepetésre a lengyel Dabrowskivel került össze,
Azért volt így, mert a Dabrowski megverte a másik lengyelt a másik ágon. A Castro szokott bejutni a döntőbe, de most a Dabrowskinak napja volt, és nagyon jól is vívott a döntőbe is. Ha egy-egy ilyen némileg váratlannak mondható eredmény ellenfél jön, akkor utána külön készülni kell rá? Persze. Hát videón megvan, szerintem ezeket nagyon sokszor meg fogjuk nézni, nagyon sokat fogunk beszélgetni róla, és gyakorolni, hogy mit kell csinálni. Említetted a bírói döntéseket, azért is vannak komoly eredményei, vannak gondolom tekintélye is van, mégis előfordul ilyen, hogy esetleg néhány ítélet úgy születik, hogy egy versenyzőnek kedvezőtlen folyamatosan? Nem azt mondom, hogy folyamatosan, de ugye ez ugyanolyan sport, mint az összes többi, tehát bírói tévedés, ugye az a sportban az benne van, tehát ugyanígy ebbe is. Tehát ahol a bíró dönti el azt, hogy mi volt az akció, hiába két lámpa világít, ott azért benne van a tévedés lehetősége is. Az eddig eredményeket tekintve abszolút elégedetek lehetünk István helyezésével második a kvalifikációs virágklubistán, és gondolom hasonlóra számítotok a jövőben is. Ezt mindenképpen szeretnénk tartani, tehát az olimpiai kvalifikáció akkor biztos, hogyha háromban van, mivel ő európai, és ugye lesz olyan európai, aki ötödik vagy hatodik lesz, és nem fog kijutni az olimpiára, mert ugye a kontinenseknek külön kvótáik vannak, és csak 14-en indulhatnak. Csépke Bence is kint volt Olaszországban, ő tapasztalatszerzési céllel érkezett, elérte a célját. Én azt gondolom, hogy el mindenképpen. Tehát ő derekosan helytált, megmutatta, hogy mit tud. Még neki nagyon hosszú az út, nagyon sokat kell dolgozni, sokat kell edzeni, és hát tapasztalni ahhoz, hogy igazi versenyzővé tudjon válni. Amikor legutóbb beszélgettünk, szóba került, hogy szinte hazajársz Pizzába, nagyon jó eredményeket értél el, és akkor mondtad is, hogy picit már elvárás mások részéről vele szemben ez. Most milyen érzésekkel, milyen reményekkel utaztál Olaszországba? Úgy utaztam el, hogy érmet szeretnék nyerni, és szerencsére sikerült is érmet nyernem. Nagyon szeretem már ezt a várost tényleg, ezért is, mert általában a versenyim ott nagyon jól sikerülnek, és ennek nagyon örülök, és remélem a továbbiam is így fog ez sikerülni. Korábbi versenyekkel ellentétben az volt a változás, hogy megjelentek a kínaiak, ez mennyire borította fel az erőviszonyokat? Igen, megjelentek a kínaiak, nem is kevesen az én mezőnyömben, a B kategóriában négyen jelentek meg, össze is kerültem az egyik kínaival a elődöntőbe jutásért. Meg is vertem. Én éreztem, hogy mit vív, tehát jól sikerült ellene. Sima is lett volna az a szó, hogyha a zsűri nem szól bele, mert egy kicsit befolyásolta a végeredményt, ezért egy kicsit szoros lett. Sikerült újatnom rajta, és tényleg nagyon erős a mezőny, mert az európaiakon kívül a kínaiak voltak még, akik eddig nem voltak, és ők nagyon tudják befolyásolni még a mezőnyt, hogy a végső világra is szóljon alakul. A legjobb 16 között kapcsolódtál be, kiemeltként négyet vívtál, melyik vívásoddal voltál a legelégedettebb? A döntőben is elégedett voltam, attól függetlenül kikaptam. Ott is elégedett voltam, mert ott is élveztem a vívást. Tehát tudtam, hogy mit kellene csinálni, mit fog kellene csinálni. Sajnos az nem jött be, éppen pont azt a mozdulatot csinálta, ami jó volt az én vívásom ellen, tehát ez kicsit szerencse is volt. Ettől függetlenül nagyon jó vívó a Dabrowski, a lengyel Dabrowski. Én nekem most így sikerült ez is, de ennek is nagyon örülök. A legjobb asszom az, én úgy gondolom, hogy ez a elődöntő volt a francia ellen a Vallée, mert hogy utólag ezt már visszanéztem, és láttam, hogy nekem ott derült ki, mikor a videót megnéztem, hogy 8-6-nál, mikor volt az egy perces szünet, utána nem kaptam tőle tust. Tehát ott nem is szembesültem vele, csak hát annyira önkívülte állapotban voltam már, hogy nem is vettem észre, hogy nem kaptam tőle tust, és így lett 15-6. A második helyen állsz a kvalifikációs világranglistán, mekkora megnyugvás ez a jövőt tekintve? Megnyugtató, de itt nem szabad megállni és megnyugodni, hanem ugyanúgy menni kell előre, és ugyanúgy érmeket kell szerezni. Nagyon nehéz kijutni, Párizs a paralimpiára nem szabad feladni, ez egy nagyon jó lépés előre, hogy ott legyek, és remélem így is fogom folytatni majd. A következő világkupa verseny a franciaországi Nîmes-ben lesz áprilisban, ott is az éremszerzés a cél. Természetesen abban is éremért megyek, és én, ha dobogon állhatok, akkor elégedett leszek, de hogyha egy aranyjal hazatérhetek, akkor leszek a legboldogabb. Egy hosszabb kihagyás után indult el újra világkupa versenyen. Milyen reményekkel, formában érkeztél Pizzába? Elvárás úgy velem szemben nagy nem volt. Ugye kevés verseny rutinom van még jelenleg, így ami benne van, azt szerettük volna kihozni. Ezt nem mondom, hogy teljesen 100%-osan sikerült is, viszont mindent megpróbáltam megtenni, és a vége egy 20. helyre sikerült a kartban. A csoportban
5 mérkőzést kellett vívnom, ebből 3 győzelemmel és 2 verességgel zártam. Ezt követően pedig azzal az olasz gyerekkel kellett vívnom a 32-ben, akit a csoportban sikerült elvernem 5-3-ra, viszont itt a hosszabb asszóban, egy szoros 15-13-as asszóban vereséget szenvedtem. Mondtad, hogy tapasztalatszerzési célra utaztál, téged nem nagyon ismernek az ellenfelek, te mennyire ismered a mezőnyt? Annyira nem. Volt pár, akivel már vívtam Egerben tavaly, úgyhogy lényegében így annyira még én sem ismerem őket. Mekkora segítség az, hogy Tarján Istvánnal készülhet? Nyíregyházán szerintem a legjobb helyen vagyok, mind Bélával és mind Istvánnal. Így azt gondolom, hogy ez így tökéletes számomra, így a fejlődésem szempontjából is, úgyhogy csak előre. Milyen középtávú és hosszú távú tervet építettél fel, mit ilyen célokat tűztél ki magad elé? Azt hiszem, hogy István ugye motivációs erővel hat rám, azért látom, itt vannak neki az eredmények. Ha meg tudom közelíteni azt, amit ő elért, azzal én már elégedett lennék, de próbálok minél előrébb és minél több munkát belefektetni és csinálni. Nyíregyházi rangadót játszottak a fiú kadett kosárlabda bajnokságban. Az NKK 5-ös 55-44-re verte a Nyíregyházi Sportcentrum csapatát. Mielőtt erről a meccsről beszélünk, egy szót arról, hogy hogyan alakult eddig ez a szezon, hogyan jutottatok el idáig? Év elején ugye augusztusban elkezdtük a felkészülést, szeptembertől, mármint bajnoki év elején elkezdtük ugye a felkészülést, edzőtáborba mentünk, szeptembertől a előselejtezővel és a selejtezővel kezdődött számunkra a bajnokság. Mivel a mi korosztályunk, ez az U16-os csapat, ugye most először tudja magát megmérettetni, ezért a legelső körben már meccset kellett játszanunk. Az első két selejtező mérkőzést megnyertük, tovább jutottunk abba a fordulóban, ahol már a főtáblára jutásért játszottunk. Sikerült ott is mérkőzéseket nyerni, és a klub történetében először kivívtuk azt, hogy az U16-os csapatunk is az országos 32-es főtáblán játszik. Hogyan álltok most a mostani küzdelmek során a csoportban? Azzal kezdeném, hogy a 32-ben nagyon jól álltunk a bajnokság elején, reális esélyünk volt a 16 közé jutásért, viszont ami látható a mi csapatunkban, 5-6 meghatározó játékos van, és két kulcsmérkőzésen a kezdő ötösünkből mindig volt egy-egy hiányzó. Két szoros vereséget szenvedtünk el, és ezáltal nem jutottunk a 16-ban, hanem a 25-től 32. helyért folytatjuk a küzdelmeket. Jelen pillanatban 2 mérkőzést játszottunk a 25 és 32. helyért kiírt bajnoki részben. Megvertük a pécsi csapatot, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémiát 31-jel 2 heten, és a mai nap sikerült vértizzadva, úgymond a városi rivális ellen is nyerni. Ez azért nagyon nagy dolog, mind a két csapatban rengeteg beteg játékos volt. Olivérrel többször egyeztettünk, ők is halasztottak el mérkőzést, mi is halasztottunk el mérkőzést, és úgy gondolom, hogy ma főleg a támadó játékon mind a két csapatnál látszott, hogy a játékosok nincsenek csúcsformában. Én úgy gondolom, hogy ami miatt sikerült nyernünk, hogy hazai pályán játszottunk, nagyon lelkesek voltunk, mindenféleképpen nyerni akartunk. A második félidő az nem szép kosárlabda volt, de a győzelem az megvan. Ha egy városban két csapat játszik egymással, vagy mondjuk két iskola csapat, mindig van egy kis presszis jellege, igaz ez rátok is? Valóban van, hisz ezek a gyerekek nagyon régóta ismerik egymást. Ugye mi egy más filozófiát képviselünk, mint a sportcentrum. Mi később szedtük össze a gyerekeket, és ők már általános iskola első-második osztályától kosárlabdáznak. Mi nekünk is vannak kosárpalánta csapataink, de mi kimondottan a szakmai munkát azt U11-U12-be kezdjük. Ezelőtt nagy arányú vereségeket szenvedtünk el. Mi tudtuk, hogy a mi gyerekeink is meg fognak nőni, meg fognak erősödni, és most az U16-os bajnokságban ennek köszönhető a mi türelmes munkánknak, illetve a kitartásunknak, hogy ezt a mai meccset, ezt mi nyertük meg. Kik várnak még rátok a folytatásban, és hová szeretnétek odaérni a bajnokság végére? A bajai csapattal fogunk még két mérkőzést játszani, nem lesz egyszerű mérkőzés, hisz úgy gondolom, hogy ebben a csoportban a MAVC B, a Nyíregyházi Sportcentrum, a Baja és az 1KNK 5-ös szinte közel azonos játékerőt képviselnek. Mi még kétszer játszunk a Bajával, kettőször fogunk játszani a Budafokkal. Mondhatom azt, hogy az kötelező győzelem, hisz a csoport egyik leggyengébb csapatával játszunk, de mindig ezek a legnehezebbek, és természetesen még egy visszavágó mérkőzés is lesz, ahol bármi előfordulhat.
az NK Körösnél az U16, a kifutó korosztály, hol folytatják majd ezek a srácok? Nagyon jó a kérdés. Vannak terveink, vannak elképzeléseink, most még erről nem szeretnék nyilatkozni. Ha ezek realizálódnak és aktuálisak lesznek, akkor nagyon szívesen elmondjuk a nyilvánosságnak. A két nyíregyházi csapat meccsét ezúttal az NK Körös nyerte. Mi döntött ezen a találkozón a javukra? Mindenképpen én azt mondanám, hogy a lepattanó csatát azt megnyerték, sokkal fizikálisabbak voltak tőlünk, sokkal erősebbek, és ez látszott is a végeredménye. Amikor augusztusban beszélgettünk, azt mondtad, hogy szeretnél egy jó szezont. Hogyan jutottatok el idáig, milyen volt eddig ez a szezon? Sajnos, hogy augusztusban is végkísérték sérülések, betegségek a legfontosabb meccseken. A legjobb mezőnyjátékosunk már december óta sérült. Ez nyilván kihatással volt a szezon kimenetelére. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére jó meccseket játszottunk, sokat fejlődtek a srácok, és majd a következő szezonnak nekivágunk újból. Mennyit tudtok készülni, heti hány edzéssel készül a csapat? Most heti 4 labdás és egy kondival, ott nyilván itt a teremgondok miatt a december-január ez egy kicsit húzós volt, ott 2-3-ra redukálódott le. Ennek is betudható szerintem ez a végeredmény, de meglátjuk a jövőben, hogy alakul. Ebben a szezonban mi vár még rátok? Még azt hiszem 6 meccsünk van összesen, 3 idegenben, 3 otthon. Még megyünk Újpestre, még lesz az NKK visszavágó itthon, aztán reméljük a legjobbakat. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra.